Május 31-ével bezárólag a webáruházak is közzétették éves beszámolójukat a 2017-es évről. A teljes kiskereskedelem bővülése mellett jelentős növekedést könyvelhetett el az online kiskereskedelmi piac is, melynek aránya 3 év alatt több mint másfélszeresére nőtt a hazai teljes kiskereskedelmen belül, tette közzé az E-net internetkutató. 16-17-re közel 30%-kal nőtt egyébként az interneten keresztül értékesítés, és ez a teljes online kiskereskedelem a teljes kereskedelmen belül 6,2%-ot tesz ki, tehát ez az a rész, amit online vásárolnak az emberek. A top 5 kategória, ahol a legtöbbet költik, legtöbb terméket vásárolják a magyar internetezők, az a számítástechnika, a szórakoztató elektronika, ruházat és sportruházat, játék és ajándék kategória, valamint a lakberendezés, tehát ez az 5 kategória, amiben a legtöbben vásárolnak. Mind az online vásárlók száma, mind a vásárlási gyakoriság folyamatos növekedést mutat az elmúlt években. 2015 óta 900 ezer fővel bővült az interneten vásárlók száma idehaza, amelyből csak az elmúlt egy évben 300 ezer fővel többen vásároltak a neten. Nem csak ennyi pénzt költenek el a magyar internetezők az interneten, tehát ez 545 milliárd forintot, ez alapvetően a belföldi vásárlás, tehát a hazai kiskereskedelem, hanem ezen felül külföldön is vásárolnak, ezt is megpróbáltuk megbecsülni idén először, és azt gondoljuk, hogy ez körülbelül 400 milliárd forintot tehetett ki, tehát összességében közel 1000 milliárd forintot költöttek a magyar internetezők 2017-ben az interneten különböző kiskereskedelmi termékekre. Pontos, hogy ennek nem része a szolgáltatás, tehát a repülőjegyek biztosítás egyebek, ez csak is kizárólag a termékeknek az értékesítésére vonatkozik. Az E-net előrejelzése alapján a következő években is az eddig megszokott 20% körüli növekedési trendek fogják jellemezni az itthoni e-kereskedelmet. 5 év múlva a hazai internetes kiskereskedelem pedig akár a 2-2,5-szeresére is nőhet, meghaladva ezzel az 1000 milliárdos belföldi forgalmat.